Lakattal van lezárva Nyíregyházán az északi temető Korányi úti bejárata. Július 3-ától sem autóval, sem gyalog nem lehet itt bemenni a sírkertbe. Erre a bejárathoz vezető járdára kihelyezett tábla is felhívja a gyalogosok figyelmét. Mégis van, aki az autók között próbál meg eljutni a kapuhoz. Itt azonban vissza kell majd fordulni. Bár sokan most még nem értik, miért van ez, szerdától látványosabb lesz az indok. Ekkortól ugyanis betonmaró gépek fognak itt dolgozni, hiszen egy rég várt, több mint 15 millió forintos bővítés és felújítás kezdődik. A nyíregyházi északi temetőben az utóbbi időszakban végrehajtott temetések elsősorban a Korányi úti bejárat közelében lévő új temető részben kerültek végrehajtásra. Ez az optimális megközelíthetőségét az új temetőrésznek a Korányi úti bejárat adja, ami már a tervezők nem gondoltak arra, hogy párhuzamos gépjárműves forgalom, illetve gyalogos forgalom egy irány, hogy egyszerre történő áteresztését ezt végre tudja hajtani. A zsúfoltság, a figyelmetlenség és a szűk behajtási lehetőség miatt 2021-ben közlekedési baleset is történt ennél a bejáratnál. A Nyíregyháza megyeiugó város önkormányzat által biztosított fejlesztési forrásból ezt a balesetveszélyes gócpontot, illetve a bővítést, a kerítés áthelyezést valósítjuk meg. Ebben a munkátok idejére 2023. július 3-ától augusztus közepéig a Korányi úti bejárat, a gyalogos és a gépemes forgalom elől is zárva tart. Az ideiglenes lezárás miatt autóval csak a Pazonyi út felől lehet behajtani a temetőbe, gyalogosan pedig a Pazonyi út, a temető főbejárata, vagy az attól nem messze, a Korányi úti buszmegálló közelében lévő kiskapun lehet megközelíteni a sírokat.